A post-covid gazdasági fellendülés energiaszűkösséget hozott Európában, meredeken emelkedik az energiahordozók ára. Az EU nem készült fel az ellátás biztonságának fenntartására. Magyarország ugyanakkor jó időben, és ami talán még fontosabb, jó gázszerződést kötött Oroszországgal, ez is téma lesz a következő percekben. Így van, mert hogy erről írt egy érdekes tanulmányt következő vendégem, Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetője. Jó reggelt, kívánok. Tiszteletem. Segítsen nekünk egy picit megérteni. Beszéljünk arról röviden, hogy miért szabadultak el ennyire az energiaárak? Az Európai Unió egy gazdasági depresszióval reagált annak idején a COVID miatti restrikciókra. 7-15%-kal visszaesett az energiafogyasztás. Ez nyilván az energiatermelőket elég kellemetlen helyzetbe hozta, és ugye nem csak az energiakereskedők kerültek nehéz helyzetbe, hanem a termelőkapacitások is, tehát közel álltunk ahhoz a szinthez, nem Magyarországon, hanem inkább Európában, hogy állami beavatkozásokat kellett volna foganatosítani, hogy egyáltalán az erőművek működőképesek maradjanak. Ez szerencsére nem következett be. Ugye és párhuzamosan azzal, ahogy lassan a COVID miatt a depresszió megszűnt, vagy a korlátozó intézkedések megszűntek, meglepően dinamikusan visszapattant az európai gazdaság ebből a helyzetből. 2021-re az EU 27 átlagában 5%-os gazdasági növekedést prognosztizálnak, és ugyanez tartós marad, 2022-re is igaz lesz várhatóan. Ennek a fele szokott lenni európai szinten, tehát erre ez azt eredményezte, hogy az energia kínálat és az energia szükséglet az elszakadt egymástól, ugye a gyenge kínálat felnyomta az árakat, ez az általános makrokép a helyzetből, de az Európai Unió sajnos elkövetett olyan hibákat, ami erre a általános helyzetre még ráfejelt. Orbán Viktor miniszterelnök a minap arról beszélt, ugye Szlovéniában pontosan, hogy az Európai Uniónak, ha részben is, de bizony van felelőssége abban, hogy az árak így elszabadultak. Ha már itt tartunk, akkor miért? Azért, mert a tavalyi évnek az elhúzódó fűtési szezonja után, emlékszünk, még nem volt nagyon hideg, de azért a fűtést nem tudtuk még áprilisban se kikapcsolni. Emiatt a helyzet miatt nem kerültek időben feltöltésre az európai gáztároló kapacitások. Ezt meg lehetett volna oldani, de nem vették. Tehát az ellátás biztonsági szempontból nem érzékeltek veszélyt, pedig ilyenkor nincs ilyen, hogy mit érzékelünk, hanem azonnal cselekedni kell, itt nem szabad késlekedni. A zöldítés, a karbonsemlegesség elérése érdekében Európa legtöbb tagállamában zajlik egy szénkivezetési folyamat, aminek az eredményeképpen 2021-re várhatóan az EU szenes lignites kapacitásainak a 80%-a leállásra kerül. Ugye van egy ilyen rendelete az EU-nak, hogy vagy nagyon költségigényes mélyfelújításokat kell eszközölni a szenes lignites erőműveken, vagy pedig be kell őket zárni, és ezzel párhuzamosan zajlik egy atomstop, nagyon sok, legalább 8 tagállamról tudunk, ahol az atomerőműveket egy menetrend szerint leállítják, tehát nincs menekülési útvonal. Tehát összefoglalva, a klasszikus energiahordozók gyakorlatilag a háttérbe szorultak, és mondjuk erőltetik például ugye a megújuló energiaforrásokat, amelyek nagyon kitettek külső körülményeknek, például az időjárásnak, nem? Így van, tehát mint azt egyébként a szakemberek régóta mondják, és most is beigazolódott, hogy ellátásbiztonsági szempontból a megújuló energia, az időjárás függő megújuló energia nem tudta pótolni a hagyományos erőművi szegmens, a hagyományos energiatermelési szegmens, amely ugye menetrendezhető, pontosan tudjuk, hogy mikor mennyit lehet vele előállítani. Tehát például egy szélcsendesebb vagy szürkébb ilyen őszi időszakban nem jött be az a termelési mennyiség, ami tudott volna segíteni, ezért most ezen az oldalon is szűkösség van. A másik kérdés, amiről beszélnünk kell Európa energiabiztonsága kapcsán, ez az orosz gáz. Ez ugye nagyon sokszor és sok helyen előtérbe kerül, nem véletlenül. Vlagyimir Putyin, orosz elnök, szerdán a héten mondott egy érdekes dolgot, azt mondta, szerint az Európai Unió ott rontotta el a dolgot, hogy nem hosszú távú szerződések megkötésében gondolkozott, ami biztosította volna évekre előre mondjuk a gázellátást, hanem hagyta, hogy a piac éppen aktuális helyzette befolyásolja a dolgokat, és arra hagyatkozott. Mit gondol erről?
Alapvetően jó, hogyha egy gazdasági szektorban fontos szerepe van a piacnak, csak ugye az energiaszektorban, különösen az ipar és a lakossági ellátás terén ettől sokkal többről van szó. Itt a stabil, kiszámítható működés érdekében és az ellátásbiztonság fenntartása érdekében szükség van kiszámíthatóságra, és ezt jelenti a orosz hosszú távú gázszerződés, amit Magyarország ugye meg tudott kötni. Igen, 10+5 év. Így van, tehát a Gazprom mindig a megkötött szerződések szerint pontosan szállít. Most a Gazprommal annyi probléma van, ha ez egyáltalán annak nevezhető, hogy ezen felül, tehát a szerződött mennyiségen felül nem ajánlott föl ebben a helyzetben az Európai Uniónak plusz megvehető földgázt vagy kőolajat. Ha megnézzük, ha már az Európai Unió országainál tartunk, például Németország, amely ugye, ahogy az előbbi szó volt róla, Európa vagy az Európai Unió vezető ereje, ott már eleve az elmúlt időszakban 2,5-szerese volt a gázára a magyarországinak. Most ráadásul még ezen felül is emelkedett többszörösére, azt hiszem 3-4-szeres. Így van. És itt van például Románia, hogy ne menjünk messzire, a szomszédos ország, amely jól el van látva a csúnya magyarsággal élve, ugye energiaordozókkal, és ott is ugye 4-7-szeres drágulást prognosztizálnak, erről ön ír is egyébként a tanulmányában. Magyarország viszont ebből a szempontból úgy néz ki, hogy védett. Mikorra korrigálhatnak egyébként az árak, mikor állhat vissza a normális kerékvárásba? Hogyha a kínálat és a fogyasztás egyensúlyba áll, ugye ezt így lehet mondani, de ez az általános sablon, amit ilyenkor szoktunk mondani, de valójában nagyon oda kéne figyelni arra, hogy a Gazprom és az Európai Unió közötti jogi vita az északi áramlat 2 vezetékkel kapcsolatban végre megszűnjön. A vezeték ugye elkészült, fizikailag már képes lenne gázt hozni Európába, és nagyban enyhíteni a szűkösségen, de van egy jogi természetű vita, és emiatt nem működik, nem funkcionális az északi áramlat 2 a Oroszország és Németország között, ami ugye az európai piacra szállítaná be a földgázt. Ezt kéne minél előbb megoldani. Az OPEC-nek minél előbb föl kéne pörgetni a kőolajkitermelést. Ez még nem ért el a Covid előtti szintet, lehet, hogy nem véletlenül, tehát igyekeznek az elmaradt nyereséget valamit behozni. Ugye van egy tőlünk nem függő probléma, hogy hurikán évszak van, és emiatt a Észak-Amerikából érkező nagy mennyiségű szénimport akadozik Európába, és ugyanez igaz a cseppfolyósított földgázra is, tehát a baj sosem már egyébként. Így van, ezt akartam mondani, hogy több szinten van itt probléma, összefüggenek a dolgok egymással. Toldi Ottónak, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetőjének köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Szép napot kívánunk. Viszont kívánok.